Jó estét kívánok! Folytatódik a napi aktuális. Máté után most már velem M. Dobos Marian vagyok, és ahogy tegnap is, úgy ma is Tusnád fürdőről jelentkezem vendégeimmel, elsőként Nacsa Lőrinccel, a KDNP frakció helyettesével. Jó estét kívánok! Jó napot, hiszen most ugye délután beszélgetünk. Volt egy nagyon érdekes panel beszélgetésen. Magyarország választott, és most már azt gondolnánk, hogy nagyon sok időt telt el azóta, amióta ismerjük a választási eredményeket, most már talán ez lecsengett. Ugyanakkor az elmúlt jó néhány hónap után igényként felmerült nagyon sok emberben, hogy azért szükség lenne egy normális ellenzékre, egy olyan konstruktív ellenzékre, akikkel talán önök is jobban együtt tudnának működni, nem csak a háború, az energiaválság, hanem az élet több területét tekintve, nem? Április 3-a óta a baloldal folyamatosan kapja a pofonokat, számos időközi választáson túl vagyunk, 60-70-80%-os eredménnyel nyertek a Fidesz-KDNP-s jelöltek, köszönet mindenkinek, aki az időközi választásokon is részt vett. A baloldal válságát és problémáját, főleg morális válságát nekem nem dolgom megoldani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy nehéz helyzetben, amikor az európai gazdaság egy válsághelyzet felé sodródik, amikor már energiaválság van és a szomszédban háború, akkor igenis fontos lenne, hogy nemzeti ügyekben a kormány mellé álljon a baloldal is, nemzeti ügyekben, nemzeti érdek kérdésében a kormány és a Fidesz-KDNP mellé álljon az ellenzék, hiszen itt nemzeti érdekről van szó, itt nem pártérdekekről van szó, hanem a magyar nemzet és a magyar családok érdekéről. Na igen, csak közben, amit a parlamentben látunk, az nem erről szól, az arról szól, hogy a pártok élén új vezetők vannak, egymással marakodnak, már az EP választáson gondolkodnak, hogy hogyan induljanak, miközben itt azért nagyon fontos intézkedéseket kellett megtenni, és hogyha csak végignézzük az elmúlt hónapokat, a háború, az elszabadult energiárak, az élelmiszerárak, hadd ne sorolja még, hogy mennyi minden probléma van, aminél azért talán a konstruktív javaslatok lehet, hogy hiányoznak, bár ők azt mondják, hogy nagyon sok javaslattal élnek. Tény, hogy egy nehéz helyzetben vagyunk, ahogy erről beszéltünk, a háborús infláció egész Európát sújtja, így benne Magyarországot is, és az elszabadult energiaárak egy olyan válságot okoznak, ahol már nem csak az a kérdés, hogy az energiahordozó mennyibe fog kerülni, hanem hogy egyáltalán lesz-e. Ebben a helyzetben egy mély, szerintem morális válságban is van a baloldal, hiszen ugye ön is mondta, hogy változnak a pártvezetők, hát egy valaki nem változik, ott van Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezetőjeként, és a többi párt most realizálja a parlamentben, hogy igazából leszűkült a mozgásterük, nincsenek érdemi javaslataik, nincsen víziójuk egy válság megoldására, és mindannyian Gyurcsány Ferenc kezében vannak, mindannyiuknak úgy kell táncolni, ahogy Gyurcsány Ferenc fütyül. Valóban Gyurcsány Ferenc kezében vannak. Most már azt látjuk, hogy a DK-nak is, hogyha kell ellent mondanak, sok esetben Gyurcsány Ferenccel nyilvánosan nem akarnak éppen közösséget vállalni, inkább a párt többi tagjával próbálnak együttműködni, és azt mondják, hogy abszolút nem Gyurcsány Ferenc a főnök, hogyha vegyük Márki-Zay Pétert, ő is ezt mondta, Jakab Pétertől kezdve, nagyon sok pártvezető azt mondja, hogy itt nem Gyurcsány Ferenc diktál. Hát kérdés, hogy ki ad most már Márki-Zay Péter vagy Jakab Péter szavára, Jakab Pétert is a saját pártja is megbuktatta, nem csak a választók küldték el miniszterelnök jelöltként is, nem csak a választók üzenték meg neki április 3-án, hogy nincs ez szükség, hanem már a saját pártja, sőt a saját frakciója is leváltotta a tisztségből. Egyértelműen Gyurcsány Ferenc a főnök, Gyurcsány Ferenc kiír valamit a Facebookra, a közösségi oldalára, a többiek ezt visszhangozzák, egyértelmű, hogy ők álltak az elmúlt napok pár tüntetése mögött is, sorra jelentek meg ott DK-s politikusok, Momentumos politikusok, Momentumról régóta tudjuk, hogy a DK ifjúsági szervezeteként működik. Sajnos egy nehéz helyzetben arra van szükség, hogy összefogást tanúsítsunk. Egy ilyen helyzetben, amiben most vagyunk, itt a közös cselekvésre van szükség, az összefogásra. A Fidesz-KDNP és a kormány akkor is cselekedni fog, és akkor is meg fogja védeni a magyar embereket és a magyar családokat, hogyha az ellenzék ki akarja vonni magát ebből a munkából. Szerintem jobb lenne, hogyha közös munkát végeznénk. Ők azt mondják, hogy a háború árát a kormány vagy a kormányzó koalíció az emberekkel fizetteti meg, és hogyha vesszük a rezsicsökkentés módosítását, megismertük a részletszabályokat, ott mondjuk például azt mondják, hogy nem ez kellene tenni, nem ez a megfelelő, egyrészt fenntarthatatlan a rezsicsökkentés, másrészt mindenki kritizálja, hiszen megint az emberek érzik meg azt a nehézséget, anyagi nehézséget, amelyet a háború és az ebből fakadó problémák jelentenek. Ha megnézzük, mi történt az elmúlt időszakban, már a háború előtt is elkezdtek növekedni az energiaárak Európa szerte, a háború óta ez fölgyorsult. Az elmúlt egy évben az áram ötszörösére, a gáz hatszoros ára nőtt,
hatszoros az az ár, amit most már a szabad piacon meg lehet vásárolni. Egy ilyen helyzetben nagyon fontos, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés vívmányait, hiszen a rezsicsökkentés a magyar családokat védi. Európában egyedülálló ez az intézkedés, nincs másik olyan kormány az Európai Unióban, aki hasonló intézkedésekkel védeni a magyar családokat, és a rezsicsökkentést is az átlagfogyasztás szintjéig sikerült teljes egészében megóvni, az átlagfogyasztás fölött pedig egy lakossági piaci árat fognak fizetni a magyar fogyasztók, még mindig a legalacsonyabb rezsijárak lesznek egész Európában, amit a magyar fogyasztók, a magyar családok fizethetnek. A nagycsaládosok kedvezményt kaptak, és mondjuk úgy, hogy kiemelt szerepet kaptak ebben a mérséklésben, hiszen ők ezt megtarthatták. Miért csak ők, illetve tervezik-e azt, hogy kiszélesítik a kedvezményezetti kört? Ugye a mai bejelentések és a rendelet alapján minden embernek, lakossági fogyasztóknak jár a kedvezmény, hiszen átlagfogyasztás szintjeig a rezsicsökkentett árat fizetheti, fölötte pedig nem a világpiaci árat, hanem a lakossági piaci árat. Régóta él a nagycsaládosok gázár kedvezménye. Itt arról van szó, hogy három és több gyermekesek családok, hogyha az átlagfogyasztást nézzük 1729 köbméter évente, három gyermekes családok plusz 600 köbméter fogyasztásig a rezsicsökkentett áron kapják az energiahordozót, és minden további gyermek után még 300 köbméterrel emelkedik ez a limit, amiben ők a rezsicsökkentett árat kapják. Ez egy régóta létező intézmény, ezt is támadta a baloldal, a rezsicsökkentést is magában támadta a baloldal. Hát gondoljunk vissza az elmúlt 10 évre, nem telt el olyan hónap, nem telt el olyan parlamenti őszi vagy tavaszi szezon, ahol ne a rezsicsökkentést támadták volna, nem mondták volna, hogy ez értelmetlen, hülyeség, meg se valósult, ostoba ötlet. Gyurcsány Ferenc még azt is mondta, hogy azért fenntarthatatlan, mert hát a nagy cégeknek kell a profit, és ezt a profitot szeretné garantálni. Na igen, de tervezik-e azt, hogy például a kedvezményezeti kört kibővítik, gondolok itt akár az egyszülős családokra? Természetesen folyamatosan vizsgálja a kormány a helyzetet. Szerintem a most megjelent rendelet sok mindenki számára megnyugtató, hiszen számos baloldali portálon az elmúlt hetekben olyan irreális táblázatok láttak napvilágot, olyan fake news kampány indult a rezsicsökkentéssel szemben és a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, ahol sok család akár jogosan, hogyha bedőlt ezeknek az álhíreknek, megijedhetett. Szerintem ma Németh Szilárd Dezsi biztos is teljesen világos vizet öntött a pohárba, tiszta vizet öntött a pohárba, és mindenki láthatja azt, hogy a következő időszakban hogyan és miként kell majd fizetni a rezsiszámlákat, ami még mindig a legalacsonyabb Európában, hiszen egyik ország sem csinál ilyen intézkedést. Sajnos számos nyugat-európai országban 10-15-szörösére nőtt egy év alatt az áram vagy a gázszámla, a magyar fogyasztók ez ellen védve vannak. Ha már itt tartunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy az unió javaslata szerint, miszerint ugye csökkenteni kell a magyarországi gázfelhasználást is, anélkül, hogy konkrét javaslatokat ne tudnánk, a magyar kormány és Magyarország nem fog ez ügyben tárgyalni. Szeretnék az uniónak a javaslatait látni. Mi az, amit elfogadhatónak tartanának? Hát egyrészt az elmúlt hetekben több európai politikustól is hallottuk azokat a híreket, hogy ők más országok gáztározóiban lévő gázra szeretnék rátenni a kezüket. Természetesen ezt vissza kell utasítani, hiszen mi szereztük be a magyar gázt, ami most a magyar tározókban van, ott a bértározásról nem is beszélek, az a magyar fogyasztókat illeti. Mi pont azt szeretnénk elérni, hiszen a magyar kormánynak, a magyar parlamenti többségnek az a felelőssége, hogy a magyar családoknak biztosítson megfelelő energiát, áramot és gázt. Nekünk az elsődleges kötelességünk a magyar emberek felé van. És szerintünk a holland kormánynak a holland emberek felé, a belga kormánynak a belga emberek felé, a spanyol kormánynak pedig a spanyol emberek felé van egy hasonló kötelezettsége. Az Európai Unió most sem rakott le konkrét terveket az asztalra, megint csak bedobtak egy olyan dolgot, amit szeretnének majd bevezetni, hiszen látják, és ez a szomorú helyzet, hogy Európában már nem az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni a gáz, hanem hogy lesz-e egyáltalán. Na igen, de amikor azt mondják, hogy csökkenteni kell a gázfelhasználást, és hogyha már a tározók nemzeti kézben maradnak, így például Magyarországnál is, akkor milyen relációkat fogadnának el? Vagy abszolút inkább csak az emberek felhasználás erős, az ipari felhasználás mérséklését próbálják meg valamilyen módon elérni? Mi minden javaslatot akkor tudunk egyáltalán megfontolni és arról tárgyalni, ha az nem érinti a magyar emberek energiaellátásának a biztonságát. Azon túl, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni ebben a nehéz helyzetben, hogy hogyan tudunk esetleg egy olyan tárgyaláson, amit például a külügyminiszter végez a napokban, hogy további gázmennyiségeket tudjon beszerezni, segíteni akár más országoknak, erről persze mindig lehet szó, akkor, ha a magyar emberek és a magyar gazdaság energiaellátása biztosított. Addig mi nem tudunk másoknak a saját tározóinkból adni, amíg a magyar emberek ellátása nem biztosított. Ha ez megtörténik, és ezt tudjuk biztosítani, akkor bármiről tudunk tárgyalni.